Dr. Dégiel Csaba kutató, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szociológia és szociális munkás karának adjunktusa a vendégem. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Köszönöm is. Nemrég az egyik tanulmányáról, kötetéről beszélgettünk, amelynek most már megvan ugye a második része is, a daganatos betegségek pszichoszociális elemzését végezte, és ennek kapcsán nagyon sok olyan adatot gyűjtött, amely arra vonatkozik, hogy mennyire gyakori nálunk a daganatos betegség, a rákos betegség, és hogy melyek a rizikófaktorok, hogyan lehet megelőzni ezt a kort. Hát kezdjük talán azzal, hogy mit lehet tudni Európa szinten, illetve Románia szintjén, mennyire gyakori betegség a daganatos betegség. Valóban ez egy egyre növekedő tendenciát mutató betegség. Eléggé elszomorító az, hogy a 90-es éveket követően szinte minden daganat típus esetében növekedett a prevalencia. Vannak olyan daganatok, amelyek többszörösen megnövekedtek. És hát különös és nagyon speciális helyet foglalunk el Európában a méhnyak daganat tekintetében, hisz nálunk még mindig a legnagyobb a fiatal nők körében ez a bizonyos típusú daganatos mortalitás. Hogyha a számok szintjén maradunk, akkor itt sem látunk egy igazán megnyugtató mérleget. Azt látjuk, hogy évente körülbelül 50-55 ezer új daganatos esetet diagnosztizálnak országszerte, de sajnos a mérleg másik fele, a mortalitás azt mutatja, hogy évente körülbelül 45-47 ezer ember veszíti el életét a daganatos megbetegedés miatt. Szóval, hogyha ezt a két számot egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy ez a mérleg, ez sajnos eléggé kedvezőtlen. Egyébként az egészségügyi világszervezet statisztikája azt mutatja, hogy az alacsony és közép jövedelmi országokban a túlélési ráta daganattípustól függetlenül az valahol 20-40% körüli. Ez a fejlettebb gazdagabb országokban 60-90, sőt majdnem 100% körüli. Úgyhogy nem csupán maga az életmódunk, hanem nagyon sok más környezeti, ökológiai, gazdasági és egészségpolitikai kérdés is meghatározza azt, hogy ennyire súly az alacsony jövedelmű, tehát ezben az esetben Romániát is beleértve, tehát ezeket az országokat. Ennek ellenére volt egy olyan megfigyelésük is, hogy az életminőség javulásának ellenére megnövekedett a daganatos betegségek száma. Igen, ez egy nagyon érdekes paradoxon, mert azt látjuk, hogy a 90-es évek óta ám bár bizonyos technikai és financiális feltételek mégis javultak a román egészségügyben, azt látjuk, hogy a krónikus betegségek, vagyis a nem fertőző betegségeknek a gyakorisága az nagyon-nagyon növekedik, miközben azt is látjuk, hogy az életmód nagyon megváltozott, és hogyha a rizikofaktoroknál tartunk, akkor hadd mondjam azt is el, hogy tulajdonképpen minden 100 daganatos megbetegedés közül 30-60 megelőzhető lenne. Ez borzasztó nagy számot jelent, és a megelőzés az egy nem nagy rejtély, tulajdonképpen néhány egészség magatartással kapcsolatos tényezőt fed. Azt lehet tulajdonképpen látni, hogy a daganatos betegségek 30-60%-a lényegében a táplálkozással, a dohányzással, az alkoholfogyasztással és a mozgásszegény életmóddal függ össze. Természetesen nem mellőzhetőek a genetikai tényezők, meg nem mellőzhetőek a biológiai karcinogének, tehát itt gondolok elsősorban a vírusos fertőzésekre. Nagyon sokan nem tudják például, hogy a humán papilloma vírusos fertőzést, azt például orális szex közben is el lehet kapni. Tehát nagyon sokaknak a szexuális élettel kapcsolatosan nagyon-nagyon, hogy is mondjam, elmaradott elképzeléseik vannak. Mi pedig tudjuk azt, hogy a daganatos betegség kialakulásában például a hepatitis B és C típusú vírusoknak is nagy szerepük van, ugyanis amiután a szerv ezáltal érintődött, elindulnak olyan genetikai mutációk, amelyek bizony adott ponton daganattá alakulnak. Szóval nyilván megvannak a környezeti faktorok és megvannak a genetikai tényezők, de sajnos azt látjuk, hogy zömében a leggyakoribb daganatos betegségeket, tehát a tüdődaganatot, a vastagbéldaganatot, a mellemlődaganatot, prostata daganatot és a gyomor rákot sajnos olyan tényezők okozzák, amelyek jó részt megelőzhetőek lennének, akkor, hogyha az egészségpolitika ebbe pénzt fektetne, és akkor, hogyha az egészségtudatosság valamilyen szinten megváltoztatható lenne a lakosság szintjén, márpedig ez megváltoztatható, de ehhez kezdeményezés és pénz szükséges. Pénz, kezdeményezés és tájékozottság a lakosság részéről. Szintén egy nagyon meglepő következtetése jutottak, hogy
erre a megállapításra, hogy hogy a női nem az kétszeres rizikófaktor a daganatos betegségek kialakulásában. Igen. A férfi nemmel szemben. Igen. Nagyon köszönöm a kérdéseit. Ezek alapvető kérdések a daganatos betegségekkel való munkában, ugyanis én ezt szoktam arról a betegségről mondani, ez egy biztos bizonytalan. Tehát miközben valóban a hormonális működés miatt a nők elméleti kockázata a daganatos betegségek kialakulása tekintetében magasabb, a gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy 3 felnőtt nő közül 1 fog az élete során valamilyen daganatos diagnózissal találkozni, míg a férfiaknál ez az arány 2:1. Ez azért nagyon érdekes, mert ám bár a nőknek a hormonális működésük miatt bizonyos, ugye főleg a mellemlő daganat tekintetében különösképpen érintettek, mégis a nőknek az egészség magatartásuk az teljesen más, a társas hálójuk szintén eltér a férfiakhoz képest. A férfiak sajnos nagyon-nagyon-nagyon későn fordulnak, a tüneteiket nem veszik komolyan, és ám bár nekik a kockázatuk alacsonyabb, mégis a megbetegedés tekintetében ők vezetnek, ugyanis részükről ez a fajta együttműködés, tudatosság, ez valahogy nem ennyire működik, mint a nők esetében. Mint a nők esetében. Miért veszélyesebb a nők esetében a túlságos alkoholfogyasztás? Ez nagyon érdekes adat. Azt szokták mondani általában, hogy az alkoholfogyasztás a Harvard Egyetem kutatásai szerint kb. 3%-ot tesz hozzá a daganat kialakulásához. Viszont ez nők esetében azért érdekesebb, mert náluk az alkohol metabolizmusa, a felbontása, az tulajdonképpen genetikailag és evolúciósan másképp kódolt. Bizonyos kutatások szerint a nőknél 10 g alkohol elfogyasztása 10%-kal növeli a mellemlő daganat kockázatot, és ez azért is fontos, mert hogy a nőknek ugye a víz és zsírarány a szervezetben másképp alakul, és ez azt jelenti, hogy nehezebben bontják le, nagyobb a toxikus hatása az alkoholnak, és különösképpen, mint mondtam, ez a mellemlő daganat tekintetében jelent kockázatot. Egyébként a legtöbb daganat esetében azt tudjuk, hogy a kevésbé fejlett országok érinti leginkább a lakosságot, mégis egy nagy kivétel a mellemlő daganat, ami főleg a gazdag, fejlett országokban jelentkezik túlnyomó részt. Ennek egyrészt reproduktív magyarázata van, tehát a reprodukciós tényezőkkel összefüggő magyarázat, kevesebb gyereket vállalnak, nagyon sok hormon alapú fogamzásgátlót használnak, amiknek kimondottan karcinogén hatásuk tud lenni, és bizony többek között tehát a nőknek ilyen tekintetben így alakul a kockázatuk, illetve a szerepük. Mit tud mondani, bár szerintem erről hallunk a legtöbbet a dohányzó populációról? Így van. Azt tudom mondani, hogy ezt írtó komolyan kell venni. Tehát nagyon sokan félnek az élelmiszer adalékoktól, nagyon sokan félnek az azbeszt mérkezéstől, mindenféle sugárzástól, minden nyavajától, félünk a dezodoroktól, félünk mindentől. Miközben azt kell mondanom, hogy a legkomolyabb kémiai karcinogén, tehát rákkeltő anyag, az a dohány és a dohányfüstben lévő több száz mérgező anyag. Tehát ez tagadhatatlan, tehát én mindig azt mondom, hogy ám bár nehéz ezt kimondani, a dohányosok drogosok, és ezt innen kell kezdeni, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor, hogy mondjam, tudatosabban és felelősebben tudunk hozzáállni ez a kérdéskörhöz, de mindenféle előítélet és tévhit ellenére nincs egy olyan kutatás, ami nem mondaná azt, hogy a dohányzás, illetve annak a mellékhatásai ne járulnának hozzá, nem csak a légzőszervi daganatos betegségek kialakulásához, hanem összességében a daganatos betegségek kialakulásához, hisz egy óriási csoportról beszélünk, tehát több mint 250 típusú daganatos betegség van, és ezeknek a tekintetében a dohányzás egy major rizikofaktor. Mi az, ami megelőzhető? Mert itt ugye erről beszéltünk, hogy nagyon sok esetben meg lehetne előzni a bajt. Mi az, ami ez, mihez segít hozzá a mozgás? A rendszeres mozgás. Igen, tehát a rendszeres mozgás nagyon érdekes, vannak olyan kutatások, amik azt bizonyítják, és ez igencsak elgondolkodható, hogy minimális arányban fordul elő például szívizomdaganat, vagy egyáltalán bármilyen izomzatban megjelenő daganat. És ez nagyon-nagyon érdekes, mert ez azt mutatja, hogy a szervezetnek vannak olyan felületei, ahol a daganatos aktivitás folyamat, az angiogenézis nem indul be, már pedig ez egy kulcspont. Úgyhogy én azt mondom, hogy azok, akik mozognak és az izomzatukat fejlesztik, azok nagy-nagy eséllyel jól járnak, ugyanis a legtöbb adat azt mutatja, hogy elenyésző számban támadja meg a daganatos betegség az izomzatot, hanem inkább a belső szerveket, és ezen belül is, mint mondtam, a
leggyakoribb a tüdő, máj, gyomor, vastagbél daganat. Tehát ez az első legfontosabb érv, ezt valószínűleg kevesen tudták, hogy nagyon-nagyon ritka az izomzatban a daganatos betegség, és ennek egyesek bizonyos összsejt működéssel kapcsolatos összefüggéseket vélnek felfedezni. Néhányan például magát a daganatot is egy regeneratív folyamatnak gondolják. Úgy értik ezt, hogy a szervezet próbálja megoldani belülről azt, ami elromlott, de sajnos ez valahogy nem sikerül, és ezért bizonyos szervekben ez kórosan tovább működik, mert a daganat, ám bár 250 típusa van, egy szóban azt jelenti, hogy olyan sejtek élnek bennünk, akik külön szervként működnek, és tulajdonképpen örök életűek, tehát annyira sokat osztodnak, amennyire nekik ehhez tápanyag van is. És hogyha ez már kialakult, de nagyon röviden kérem, akkor melyek azok a tényezők, amelyek segítenek a gyógyulásban, a túlélésben? Az teljesen biztos, hogy a tünetkezelés és a pszichoszociális támogatás az mindenképpen segít, tehát a megfelelő orvosi kezelés mellett, például a palliatív gondozás, erről az imént volt szó, az körülbelül 90%-ban megoldja, vagy csökkenti az érintetteknek a pszichoszociális distresszét és a spirituális jólétét növeli. Úgyhogy mindenképpen továbbra is szerintem a kulcs, fogalom az, hogy amikor már betegek vagyunk, akkor figyeljünk oda, hogy például a stressz, a depresszió, a szorongás hogyan befolyásolja a daganatos beteg életét. Dr. Dégél Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre, és visszavárom a második kötetnek a részleteivel. Köszönöm szépen.